Köszöntök mindenkit! Ez itt a One More Game és a Transport Fever 2 második epizódja, és a mostani részben, hölgyeim és uraim, egy újabb szolgáltatást fogunk kielégíteni itt Margete városába, ami nem lesz más, mint az üzemanyag. A mostani részben nem lesz más dolgunk, mint hogy a nyersolajat elszállítani az olajfinomítóhoz, az olajfinomítóból tovább szállítani a finomított olajat pedig az üzemanyaggyárhoz, és az üzemanyaggyárból pedig majd kocsik segítségével el fogjuk szállítani ide Margete városába. Úgy gondolom, hogy nem igazán éri meg ide bejönni vonattal, de egyébként meg ott van a kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni? Ez a legfontosabb kérdés most így nekünk. Azt mondja, hogy vásárolunk egyet, és itt vannak a kargó vonatok, a szállítmányozó vonatok, és itt van ez a nagyon-nagyon cuki 5-ös kapacitású tartálykocsi, ami nyersolajat, finomított olajat és üzemanyagot el tud szállítani. Tehát összességében a kérdésünkre a válasz az, hogy igen, ugyanis elmegyünk az olajért. 1. Lerakjuk az olajat, felveszik a finomított olajat. 2. Lerakjuk a finomított olajat, felveszik az üzemanyagot. 3. Megérkezünk, lepakoljuk. Tehát 1, 2, 3-szor fogunk profitálni, és annyi lesz a történetünk, hogy vissza kell menni a nyers olajért a városból. Igen. Szóval szerintem teljes mértékben megéri, hogyha ezt az egészet megpróbáljuk egyetlen egy nagy rendszerrel kezelni. 1861 van. Erről. A logó alatt ott van az időpont, kíváncsi vagyok, hogy mikor kapok újabb járművet. Szeretném már valami keményebb dologgal is foglalkozni, valami masszívabb járművel. És annak érdekében, hogy itt le tudjam pakolni a kargót esetlegesen. Megnézzük itt a rétegeknél, hogy érintjük-e. Igen, ezzel az állomással itt, hát egészen jól érintjük a környezetet. Nem, ennyit érintünk, ennyit. Tehát innen nekünk még el kell szállítanunk, mondjuk úgy ide. Mondjuk úgy oda. És azt lehet, hogy egy vagy kettő kocsival simán lehet menedzselni. Nagyon-nagyon jól működik a rendszer az egyhez képest. Itt aktuálisan 79 ember van. Hogyha növelném a platformot itt, akkor lehet, hogy még több ember tudna kiállni. Úgyhogy próbálj meg egy növekedést, srácok, lányok, konfiguráljuk itt az állomásunkat. És amit szeretnénk csinálni, enyhén ha görbül a sín, ugye? Igen, azt lehet, hogy majd egyenesre ki kell húznunk, hogy a lehető legtöbb szerkesztést tudjuk megcsinálni. Azt mondja, passenger és cargo platform. Egy passenger platformot lepakolunk, ez mennyibe került? Nem figyeltem sajnos. Misk, legyen mondjuk tető itt az emberek. Nullába kerül a dekoráció, ez egy nagyon-nagyon jó pont. Így a transport... 91 ember! Ez vagy az ide alatt gyűlt össze, amíg ezt lepakoltam, vagy pedig a plusz platformnak köszönhetően. Minél több platform van, minél nagyobb a platform, annál többen tudnak elhelyezkedni rajta, tehát még mindig tudnánk növelni a vonatunknak a teljesítményét, de szerintem ez eszméletlen, király. Eszméletlen. 500 ezret simán megkeresünk vele. 2,74 milliónk van. És azt mondja, hogy egyedül a Keswick buszjárat nem igazán nyereséges. De a Keswick buszjáratnak kizárólag azt hiszem egyetlen egy lovas kocsiját nem tudjuk fizetni abból a pénzből. Ott van! Ott van! Borzing! 329.045 km/h tud, és itt van az újabb passenger car. Megnézzük szépen, hogy ez valójában mit is tud csinálni a Steamnél. Ugye, az sokkal erősebb, ugye 90 kW-os, ez pedig 66 kW-os, tehát hogyha meredekebb a terület, vagy több benne az emelkedő, akkor ez sokkal jobban teljesít, sokkal jobb a gyorsulása. Környezetszennyezés az még kisebb, mint a D1/3-nak a Borzing. 45 km/h nem egy túlságosan nagy változás, 14.000-rel fizetünk többet, és... mi az, ami kompenzál minket? Az az 5 km/h azért, oké, azon oké szinten van, viszont az erő az már sokkal inkább kompenzál minket, mert ha van egy-egy emelkedő, az sokat veszít a lendületéből a vonat, főleg, hogy a sok a vagon mögötte. És kargónál pedig nem, a passengernél kaptunk egyet, ami immáron 8 utas szállítását biztosítja, és 15.000-rel kerül többe. Két utas. What? És 70 ezer, nem, 90 ezerrel kerül többe.
Mentő utas! Na, ez lehet, hogy a nem éri meg kategória. 15.002 utasonként, és az évente ki kellene fizetnünk. 7 tonna a súlya, míg a D1/3-nak pedig 5 tonna. Nehezebb is, ketten férnek, sokkal nagyobb a fenntartási költsége. Hát, majdnem 40.000 a fenntartási költség. Wow! Oké. Lehet, hogy ezt úgy éri meg, hogy van két fejlődő település, és akkor elindítom még egy vonalat a kettő között, és akkor működőképes lesz a történet. De! Mi mielőtt tovább mennénk, és itt kialakítanánk egy útvonalat, mert mindenféleképpen ez az első állomásunk, második állomás, és nem itt fogunk átjönni, hanem el fogunk menni itt a fa kitermelőknél, eddig a pontig, és beáldozom ezt a távolságú sínt, ahelyett, hogy ekkora hidat húznék. Ugyanis, hogyha én szeretném lepakolni, és ide akarok húzni egy hidat, ez 2.481.000-be kerül, amit ki tudnánk fizetni, de nem fogok egyáltalán. Ez pedig 150.000. Érzitek a különbséget? Érzitek? Hosszú távon létgémben ez lehet, hogy teljes mértékben jó, tehát amikor azt mondjuk, hogy itt van egy tó, menjünk át rajta, főnök! De egyébként alapból nem ilyen intelligenciával rendelkeznek így az emberek, akik ezt csinálják. Ez itt 160.000, ez nem, ez itt 170.000. Tehát erről van szó. Itt így el fogunk jönni, itt így szintén el fogunk jönni, és ez lesz a kiinduló pontunk, srácok, lányok. Itt lesz az első állomásunk, és természetesen kargót fogunk szállítani ebből az irányból. Ez csak 160.000-be kerül. Igen, na jó, elég volt. Settings, controls. QE. Apply. Szerintem most már működik. Igen. Mennyivel jobb! Mennyivel jobb. Állítsátok át a Q meg az R-re. Ugyanis a térkép különböző mozgáspontját úgyis az egérrel fogjátok irányítani, illetve a húzást is az egérrel fogjátok irányítani. Ennek a Q-nak meg az R-nek legalább annyi értelme van. Még lósak hívni egy egeret, úgyhogy nem is fogunk foglalkozni ezzel a történettel. Ami viszont nagyon jó is lehet vele foglalkozni, az ez a Two Love. Tov Love. Ugyanis itt van egy olaj, kitermelő olaj, finomító és egy üzemanyag gyár. Ilyenkor jogos a kérdés, hogy milyen irányvonalat célozzunk meg. Hogyha innen elindulunk, ez itt profitál. Ha innen elindulunk, ez itt profitál. Ha innen elindulunk, ez itt profitál. Tehát 1, 2, 3 részre fogjuk bontani ezt a zónát, és húzok is ide egy utat, a lehető leggyorsabban. Ezzel fogunk kezdeni most, hölgyeim és uraim, és ez 40 km per órát engedélyez. Igen, oké, 23.000, nagyon-nagyon drágák így az útépítések, ami eléggé bosszantó tud lenni. Azt mondja, hogy road, mennyivel jobb, oké. Jöhet ide az első, és itt megnézzük, hogy szépen a kargónk hogyan is működik. Ez a kargó, alkargó, mindent tudunk szállítani vele, ami egy abszolút tökéletes pontja lesz a játékunknak. Gyorsan be is húzunk. Hármas sebességgel megyünk, mert már van működőképes rendszerünk, tehát most már nem kell annyira lassítanunk ilyen téren. Eléggé lapos itt a környezet, tehát nem kell túl sok pénzt arra elköltenünk, hogy megfelelő legyen az iránya, és 55.000-rel még ezt megtámogatjuk. A többi az teljes mértékben működik, ami engem még zavar, az ez a rész, így, ja. Kicsit jobban levágtuk, a többit hagyom természetes formájába. Ezt meg lehet, hogy képítjük majd valaminek, még nem tudom, hogy minek. Majd meglátjuk. Oda nem kell gabona, oda sem kell kaja, oda sem kell kaja. Elméletileg 3 darab településre tudok élelmiszert elszállítani. Az egyik az Klun, ami rohadtul messze van. Viszont itt van kenyérgyár, illetve van gabona is, és ezt vonattal simán be lehetne szállítani. Ezen kívül még tégla igénye van. Valamint a Keswick, illetve a Margate. A többi település nem igazán kér élelmiszert, ők megtermelik magunknak otthon a kis kertecskébe, az teljes mértékben jó lesz. Nos, akkor szükségünk lesz, ami inkább a drágább része lesz, building, bus, tram, track, station, trucks, igen, ez az, ami nekünk kell. Ebből szeretnék ide lerakni egyet, még egyet, és ide az üzemanyaggyárhoz. Szintén egyet, 82.000,
És itt ezt a zónát pedig egyszerűen csak track unload-dal fogjuk megoldani, hölgyeim és uraim. És itt teljes mértékben lefedjük az üzemanyag igényünket. Közel a kereszteződéshez, hogy úgyis el kell menniük addig, hogy megforduljanak. Tehát itt automatikusan nem tudnak megfordulni. Jó, megvannak a vonalak. Akkor tovább. Lesz lehetőség arra, srácok, lányok, hogy elnevezzetek egy-egy települést, vagy egy-egy buszjáratot, vagy egy-egy olajfinomítót, de azt vagy a live-ok alkalmával, vagy pedig valami következő széria alkalmával. Lehet, hogy a következő szériát már egyből a trópusi szigeteken fogjuk csinálni az alternatív pénzkeresés módjával, ugye olyannal, amit itt nem látok, és abba lesz majd lehetőség elnevezni. Line 1 azt mondja, hogy egyszer, kétszer. És ez lesz a... Tovlav. Tovlav olaj. Oké, meg is van. Következő. Plusz egy és plusz egy. Ez lesz, barátaim, a Tovlav fén pont olaj. Finomított olaj, illetve a harmadik. Az pedig ez lesz. Ezt is átírjuk. Tovlav üzemanyag. Megnézzük, hogy ezen a vonalon mennyit is tudunk keresni. Megtehetnénk azt természetesen, hölgyeim és uraim, hogy felveszünk az első ponton, lerakjuk, felveszünk, lerakjuk, felveszünk, lerakjuk, és utána hazajövünk. De ugyanazt a távolságot lépjük meg, sokkal több jármű kellene, és én arra gondoltam, hogy 4 járművet rakok 1-2-3 vonalra. Úgyhogy gyorsan meg is. 5-öt! Vegyünk 5-öt. Mit szóltok hozzá? Kargó. 1-2-3-4-5. Megvan az 5. Tovlav olaj. Miért nem írja a többit? Nem kapcsoltam volna valamit össze? Oké. Okay. Elindultak. Szerintem itt minden szuper. Igen, és hogy nem akarjátok ezt kattintani a végtelenségig, egyszerűen beírjátok, hogy szeretnétek venni 70-et valamiből, és elkülditek valamilyen irányvonalba. Ti pedig... finomított olaj. Oké. Okay. Az mondjuk jó, hogy nem tudok küldeni... hogy nem tudok küldeni járatot oda, ami nincsen kiszolgálva. Oké. Okay. Itt pedig... Na. Miért nem? Ide kellene elküldenem. Üzemanyag! Erről van szó, és el is indultak a drága járműveink. Pörgetjük az időt, de ugye ezekkel a lovakkal még nem igazán tudunk túlságosan nagy termelést tempót felvenni, és már is van 90 olaj. Azt a kutya fáját. És nézzétek, azért 1865-ben azért durván küldték neki, nem? Azért ez eléggé kemény volt. Nagyon brutál volt a technika. Nekem nagyon tetszik. Engem nagyon meggyőzött, az az igazság. Viszont ez most már szépen itt nekem keresni fogja a pénzt, és hogyha ellenőrizni akarjuk, akkor természetesen itt van rá lehetőségünk, hölgyeim és uraim. A biztonság kedvéért egy üzemanyagot termelünk, ugye? Ja, 2! Oké. It's very poor. Hol? The road of 3 vehicle, condition of multiple vehicle is very poor. Aha. Nézzük az összes járműnek. Replace all vehicle. Nem. Azt mondja, hogy maintains. Oké, mindet? Vagy egyesével kell beállítani? Nő, ugyanis a fenntartási költsége minél inkább használt lesz. Igen, 15 év. Ez... replace vehicle. Persze, stagecoat-ra. Replace 4. Ez ennyibe kerül? What? Áj. 23 000, oké, okay, van egy kis balansz, jó. Rendben. Oké. Okay. Oké, okay. Automatikus replace van-e? Azt megnézzük.
Azt mondja, hogy gabona 1. Itt vannak a legrégebbiek, ugye? Viszont vannak, amik annyira nem régiek, mint például a 23-as és a 4-es. Ti hány évesek vagytok? Azt mondja, hogy ők 10 évesek. Mi lenne, hogyha replace lenne az összesnek? 17. Ugye vannak még annyira fiatalok, vannak még fiatalabbak is. There's one vehicle to be replaced. Az összest. Ugye? Replace selected vehicle. Aha. Át tudom festeni őket, nagyszerű. Kivéve... Ezt. 166 ezer, mindjárt más. Ja. Így. Oké. Ki vannak cserélve? És megnézem, hogy akkor hogyan is működnek. What? Nem kell bemenniük a járműveknek a garázsba, hogy ki legyenek cserélve. Nem mondom, hogy nekem nagyon fájt, amikor ezt így menedzselni kellett. De azért úgy elég érdekes a történet, szerintem. Na lássuk, akkor itt van a mozdonyunk. Manage vehicle. Nem replace. Hát, ha meg tudjuk rajta változtatni. Condition multiple vehicles very poor. Oké. Okay. Set line, az már megvan. Road 11. Oh, egészen jól keresünk. Nincs olyan év, amikor ne termelnénk több pénzt, mint amennyi kiadásunk van. Ez abszolút működik. Time scale 15 év. Miért csak 15 év? 15 év alatt kell hülyére keresnem magam. És van olyan, hogy majdnem 800 ezeret keresek vele. Ez azért szerintem egészen jó. Ez azért egészen jó. Mi van, hogyha replace-re kattintok? Replace, placing vehicle. Szóval így ki tudom cserélni. Aha. Hogyha ezt hozzáadom, csak ezt az egyet, akkor azt mondja, hogy még nem kell ráfizetnem. Hozzáadunk még passenger cart, már kell, 8 ember, 16, 24, 32, és még a nyomában sem vagyunk a mi D1/3-asunknak. És 755 ezeret kérel már most tőlem, 40, 48, alapból 2 millió lenne is. Wow, 500 ezeret beszámít. Nagy vonalúság volt a neve, volt a jele az óvodában, brutális. 56, 64 és 2.426.000 ért simán meg tudnánk venni. Jó, hát nem így fogjuk csinálni, valószínűleg ugyanerre a D1/3-ra fogjuk lecserélni. Akkor fogunk váltani, amikor igazán nagy lesz ez a... nagy lesz az a teljesítményi távolság, amikor azt mondom, hogy már megéri lecserélni. És akkor így gondolkozhatunk egy kicsit jobban, még mélyebben. Rengeteg kenyer van. A gyárat, hogyha megnézzük, 32/100 a termelésünk. Szerintem így 1850-ben, hogyha kezdünk, akkor nagyon-nagyon nehéz elérni azt. Nem olyan sok járművel, hogy itt óriási nagy tőkét tudjunk csinálni, és tudjuk fejleszteni a gyárat. Következőnek azt hiszem megint lovaskocsik lesznek, azt követően jönnek be majd az ilyen furgonok, de az is csak ilyen kettessével vagy egyessével változik a cargo capacity. Talán, elméletileg, talán. De vonattal szerintem simán meg tudnánk csinálni, ha azt mondom, hogy először elmegy ide, visszajön, aztán felveszi a kenyeret, ezen az útvonalon eljön szépen ide, és lepakolja. Úgyhogy ide is szeretném még egy kargót, csak ne tépem már annyira a számot, hanem mutassam, hogy gyakorlatilag mi is történik. És nézzük meg, hogy itt mennyi profittal. Állj, nem termelünk profitot. Igen. Egy. Most járunk 10-nél. 14-nél. Oké, ide kell még ugye járni. Azt mondja, megnézzük a line-t. És így van, 5 darab van. Olajfinomító, olaj. Az olajra kell még 5 darab. Oké, gyere barátom. Na
Nem tudom, hogy miért zártam be. Kargó. És ez ötös. Vesszük. És az összes menjen ebbe az irányvonalba. Ebbe az irányba. Wow. Jobban mondva termelünk profitot. Itt 23 ezeret termelünk. Igen. Olajfinomító. Itt jóval kevesebbet termelünk, egyedül az üzemanyag, ami problémás, 8/12, illetve van még 8 hely, amit nem töltöttünk be. Most olajjal itt fel fogunk tankolni, de bőven. Bőven fel fogunk. Nem vagyunk annyira gyorsak, de határozottan lassúak. Bár mondjuk a kifutási idő az inkább, ami problémás lesz. Illetve ezt az útvonalat nem is tudom a végtelenségig terhelni, de szerintem még egy olyan 5 jármű biztos, hogy elfér. 4! És akkor kettővel, meg megint kettővel megnöveljük a másikat. Mi lenne, hogyha megint vennénk mondjuk 4-et ebből? Van most pénzünk. Van most pénzünk. Veszünk még 4-et. Ezeket megint elküldjük az olaj irányba. Veszünk ezen kívül még 2-t. 2-t, nem 21-et, 2-t. Ezeket pedig elküldjük. Látnunk kell, értem? Oké, jó, összeraktam. Régezettem az egyen. Hol a finomító irányba szépen repülhetnek ezek a járművek. Azt követően szintén veszünk 2-t. Ezeket pedig elküldjük az üzemanyag irányvonalba. Úgyis eltelik egy kis idő, amíg odajönnek a járműveink. Mert most elég nagy tumultus van ezen a területen. És megnézzük, hogy ez a gyár hogyan termel. 14, lassan már azt mondja, hogy oké, beindítjuk a gépeket. Beindítjuk, hogy működjön rendesen. 0/4, 2/4, ott kipakoltunk. Ez itt mennyi? Ez 0/4, wow. 2/4, 4/4, és oké, itt pedig jött az üzemanyag. Azt mondja, ez már 12-es, 11-es, transport 20%, consumption stored. Egy már van, egy üzemanyag, és jön vissza a következő járművünk. Oké, amint ide érnek a szállítók, akkor mindenféleképpen működőképes lesz, és most már olajjal simán el tudjuk látni. 4-0-0, igen, ez a kettő megy a továbbiba, ugye? Remélem. Igen, felvette a 4 finomított olajat. 8 finomított olaj vár arra, hogy elszállítsák. Úgyhogy most már ez a zóna is fogja keresni a pénzt nekem egészen rendesen. 3.500.000 a zsebünkbe. Feszülhetünk neki a következő projektnek. És az üzemanyag, igen, ez még nem indult be. Ez még itt problémás. Mínusz 10.000. Ez profitál, ez meg 63.000-et hoz. Tehát ez egészen jó. Egészen jó. A személy szállításom a legjobb. 60 ember tudok elszállítani, 40 km/h szeljük a levegőt. És ami nekünk kell, az egy kicsit ráfizetéses lesz. Mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. Azt nézem, hogy itt esetleg üzemanyagot valahogy máshogy tudnánk-e. Illetve, hogy ezt a zónát ki tudjuk egészíteni-e valami kargóval. Hogy ne tudnánk? Oké, azt ott le kell bontanunk hozzá. Ide még nem tudunk építeni, mert azt mondja a játék, hogy nope. De egy gyárépület el fog veszni, amennyiben a kargót megcsináljuk. De muszáj kargót leraknunk, hölgyeim és uraim, annak érdekében, hogy el tudjuk ide szállítani az üzemanyagot, amit kisebb járművekkel fogunk szerintem, és itt valószínűleg be is húzom, be is zárom, hogy innen szállítsuk el az üzemanyagot ebbe a pontba. És már Gáte személyszállítással, illetve kenyér, valamint üzemanyag beszállításával működőképes településnek mondhatja el magát attól a ponttól kezdve. Úgyhogy a mostani részben mindenféleképpen ezt fogom megcsinálni, csak csináljam már is, ne pedig magyarázzak folyamatosan. A kargót azt tudjuk majd növelni az épületek között, illetve ebbe az irányba is még többet. A lehető legtöbb kargó legyen itt megjelenítve. Tram tracks, nem, azok nem kellenek, oké. Megvagyunk. Nagyszerű. Arra jönnek majd a kargók. Egy kis módosítást szeretnék itt. Az utakon, ami eléggé fog fájni, de sajnálatos módon a játék nem fogja magának megcsinálni. Shift-tel, kontrollal, mivel húzunk egyenest. Oké. Csak ezt szeretném lebontani. Wow, ott már jön is a gyár. Oké. Varázspálca, van-e valami segítség?
Nincs. Tehát puszta kézzel kell meghúznunk az összes kutunkat? Hát jó. Nem lesz annyira szép, hogy nem egyenes, majd kitapasztalom, hogy lehet, és ide egyből lőtt is a település egy utat. Fantasztikus. Ezt kössük már így össze. Így. Segíthetünk egy kicsit a városgazdálkodást is. Ó, fél millióba fájt nekem ennek az útnak a felépítése? Az nice. Ja, 400 ezer. Azt a kutya fáját. 500 ezer a kettő. 400. Szerintem ez olcsóbb. 150. 200. Pont a legdrágább épületet sikerült földig gyalulnunk. Semmi probléma, megérkezett, a vonat is felveszi az embereket. 60. Nagyszerű. Gyorsan leellenőrzöm, hölgyeim és uraim, hogy ne érjen meglepetés, hogy itt mennyi ember várakozik. Egyenlőre 36. Remélem, hogy többen is lesznek, itt is konfiguráljuk. Szerintem növelek itt is platformot. Passenger. Így van. És a passengerök kapjanak tetőt a fejük fölé, hogy esetlegesen szakadó hóba, illetve esőbe. Ezek itt fejlődtek? Csak a porfelhőt láttam. És nyugodtan tudjanak várakozni az emberek arra a bizonyos vonatra. Nos! Akkor kezdjünk el szerintem sineket építeni. És itt csinálunk egy fejlesztést. Szükségünk van egy kargó platformra. És a kargó platformot szerintem ide helyezzük el. Erre fogunk húzódni a személyszállítással, erre pedig a kargóval. Így. Egészen eddig. Oké. Valamint szükségünk lesz sinekre. Igen. Ez meg itt menne egyenesen bőven? Ó, így is tudunk csatlakozni. Helyes, helyes, helyes. Nos. Elméletileg itt fogunk átkelni. Olaj. Nem tudom, hogy hol. Itt lenne célszerűbb. Igen, és így jövünk. Oké, okay. Wow, mennyi mínusz! De megnézzük, hogy termelünk egy profitot. Ennyi. Megvan a profit, hölgyeim és uraim! Szóval egy kicsit később frissíteni fogjuk a járműveinket. A sinünk az megvan, és akkor jöjjön szerintem itt az első. Csatlakozunk el az úthoz, ugye? Akkor húzunk először itt egy utat. Egyen egyszerű szervízút 6000 dollárért. Ez abszolút nem pénz. Ahhoz képest, hogy mennyi tőkét fog nekünk ezt termelni. Egyszer. És... megnézem, hogyha egy kicsit húzok még utat. Így. Akkor le tudom-e rakni ide az épületemet problémamentesen? Zseniális. Wow! Oké, okay, azt hiszem, hogy jött egy új villamos. Horse down carrier. Horse down carriage. Oké, okay, na lássuk, hogy mit kaptunk. Lássuk, 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 hogy mit kaptunk. Azt mondja, hogy vehicle és cargo. Kettőt kaptunk, és mostantól kezdve... Ez is majdnem mindent el tud szállítani. Csak kenyeret nem. Ez ötös. Ez alkargó ötös. Nem fér ki a neve. Oké, okay, lehet nyújtani, jó van, semmi gond. Jó. Oké, okay, a kenyérszállítókat komplett le fogom most cserélni. Egyetlen egy varázsütésre lecserélem a kenyérszállítókat. Azt mondja, hogy ide kattintunk, és van nekünk egy olyan vonalunk, hogy kenyér egy. Ugye? Igen, összes, lecserélés, és alkargó 4, alkargó 5. Ugye ő lesz is 20 km per óra. Ennyi. Gyorsabbak, jobban terhelhetők, és már Gátel meg fogja kapni azt a kenyérmennyiséget, amire már oly régóta vágyik. Fullosan megy még mindig a vonatunk, ez nagyon-nagyon jó jel. Örülök, hogy nem kell még vele foglalkoznunk, most úgyis eléggé nagy lesz a mínuszunk. Úgymond. Oké. Okay. Akkor jöjjenek a sinek. Azt mondja, hogy... 208... Ah, ne.
Óvatosabban, óvatosabban. Igen, egyszer, 26. Igen, nagyon belemetszettünk a talajba, ami nem igazán tetszett. Igen, itt volt az a nagyon-nagyon mély. És hogyha hosszabbnál hosszabbakat húzunk ezekből a sín vonalabból, ugye megvan az a pénz, amikor már nem kell azon gondolkozni, hogy hát én most kikerüljem a hegyet, vagy egyáltalán nem menjek arra, azt mondom, hogy én tudok átmenni, és akkor átmegyek. Aki akarja, kiszámolhatja, hogy mennyivel lett az olcsó, mint 80 ezer. Egy első ránézésre nem sokkal, sajnálatos módon. Kell ide nekünk egy híd. A híd pedig itt lesz. Wow! Oké, ezt nem így terveztem. Azt mondja, hogy itt elkanyarodunk erre. 140, az ugye egészen jó. Jövünk tovább, 130. Oké, és itt fogunk kanyarodni ebbe az irányba, 58. És itt fogunk átjönni, és lássuk, hogy milyen hidat válasszunk. Földhíd, nehogy át tudjanak menni a hajók. Meg amúgy is drágább lenne. Oké. Ez itt működik. Mi használ még üzemanyagot? Az is üzemanyagot használ. Tehát üzemanyaggal használhatnánk esetlegesen ezt az irányvonalat is. Jó, be fogunk menni a vonattal. Mindenféleképpen be fogunk menni a vonattal, méghozzá azt fogjuk csinálni... Ez micsoda? Street. Tram Truck Tool. De miért nem akarok tremet használni, haver? Jó, megfogjuk. Oké, megfogtam. Nagyszerű. Hagyd abba a villogást. Ugyanis nekünk ide kell lejönnünk. Ami akár itt lehet egy állomás is. És erről az állomásról pedig itt szépen begurulunk ide. Ugye? 74. Jó, ezt ide lepakoljuk. Szükségünk van akkor egy állomásra. Buildings. Zseniális. Így, ez lesz. Ezt itt ledózeroljuk. Jöhet az állomás. Fantasztikus. Ezt az utat is ledózeroljuk. Ezeket most nem használjuk, úgyhogy annyira nem fog fájni a szívünk. Használjunk tovább a sineket. És ez itt egy domb, ugye? Na nézzük, mennyibe kerülne átmenni rajta a francba. 1 100 000. Aha, értem. Száz. 200. Há, 280. Most meg kell fognunk az utolsó dollárt is, hölgyeim és uraim, úgyhogy nem szabad könnyelműen döntéseket hoznunk. Itt fogunk jönni. És itt pedig átjövünk. 40, itt egészen sík a talaj. És itt pedig finoman rákanyarodunk erre a sávra. Oké, papírok. Össze van kötve. Nos. Itt is. Jó. Nagyon szép. Oké. Tehát ez cargo, illetve passenger station is egyben. A biztonság kedvéért, srácok, lányok, ide is csinálok egy kapcsolódási pontot. Így. Nagyon jó. Szükségem lesz egy lámpára, kíváncsi vagyok, hogy működik a lámpák. Az errefele jövőt állítom meg. Az errefele jövőt szintén. És itt átengedjük a kargót. Oké. A passenger fog várni. Vagy lehet, hogy pont nem neki kellene? Oké, majd megnézzük, hogy ez hogyan is működik. Először is 1, 2, 3, tehát ez lesz az első irányvonalunk.
kíváncsi vagyok, hogy be tudunk-e oda menni a legeslegutolsó állomásra, és úgy felfele menni. Na lássuk. By vehicle. Kargó kell nekem. Mi mindig az ötös tudjuk, ötös terhetőséget, mindegyik más a négyes. Tehát ebből, hogyha veszünk, mondjuk úgy 10-et, az már úgy nem lesz rossz. 40, 45. 54. Hát ebből veszünk egyet. Kargó, és 8, 9, 10. 1 millió 7. Bravo! Meg is vagyunk, most állítjuk meg az időt, mert az idő pénz. És nagyon-nagyon beleléptünk. Set new line. New line. Azt mondja, hogy... első. Második. Harmadik. És... negyedik. És utána vissza. 1, 2, 3 és 4. Amennyiben lesz lehetőségünk óriási vagonokat készíteni, és az elszállítandó üzemanyag mennyisége egy év alatt nem fogy el. Nem, máshogy mondom, hülyeséget mondtam. Gyorsabban megtesszük a távot egy év alatt, mint hogy elfogyna a településekbe, akkor tudjuk ugyanazt a vonatot kettő irányba is mozgatni, ami azt jelenti, hogy tovább kell mennünk, akkor vissza az egyeshez rakni egy ötöst, hatost, hetest, és egy nyolcast. Kapis? Még szép. Oké. Ez pedig lesz a Margate. Üzemanyag. Szuper. Lássuk a vonatokat. Azt mondja, hogy itt vannak a járműveink, a vonatokra vagyok kíváncsi. Train 2, Train Depot, így van. Te menjél szépen a Margate üzemanyagra. Oké. Okay. Na lássuk. Elindult. Milyen gyönyörűséges kék. Baleset nem történik. Aminek nagyon örülök. Oké, okay, mindenki átment. Nagyszerű. Na lássuk. Megérkeztünk Margate településére. A kérdés az, hogy el tudjuk-e látni a különböző ipari épületeket üzemanyaggal itt Margateban. 98 üzemanyagot igényel, 37 darab kenyér már le van szállítva. Azt tovább tudjuk terhelni, és 80%-os növekedése van a populációnak. Zseniális! 70. Az is nagyon jó. Shopping facilities, workplace, resident, 315. Target population. ...309. Nagyon örülök neki. Oké. Okay. Oké, okay, vissza. Nem. Rosszra kattintottunk. Ide jövünk. Ödzök! Oké, okay, Görgőt, hogyha lenyomjuk, ugyanazt érjük, azt nézzétek, mennyire turván néz ki. Hogy fénik, hogy reflektálódik az út. És a 45 km per órát problémamentesen tart. 158 ezer dollárunk van eddig mínuszba, és mi nem értük el az első állomást. Ugye az első kettő kör problémás lesz. Na lássuk, hogy itt hogy állunk üzemanyaggal. Oké. 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 Jó. Akkor ezt lehet, hogy növelnünk kellene. 300, majd 200 üzemanyag volt ott. Train, nem. Ez kell nekem. Igen, manage vehicle. Igen, hogyan tudunk hozzáadni? És hogyha csak így simán adunk hozzá... Nem. Nem. Nem replace-re kell... Replace-re kell kattintani. Configure maintenance selected vehicle. Oké. Okay. Ez a konfiguráció.
És ez pedig close... Clone selected wake, igen. Select... Self-selected wake, jó, oké. Okay. Akkor most ez így menni fog. Lássuk, hogy hogyan tudunk így termelni. Oké. Okay. Lássuk, hogy hogyan tudunk így termelni. Na igen, ez viszont problémás. Mert lehet, hogy ide nem kellene eljönnünk. Lehet, hogy ezt meg kellene oldanunk járművekkel. Mert ugye dupla annyi olaj kell. Tehát annyi olajat, hogy ez megérje, sosem fogunk tudni így elszállítani. Ha csak nem segítünk járművekkel. Ugye ez itt a fontos pont. Ez itt a fontos pont. És ezt fogjuk csinálni, srácok, lányok. Ezt fogjuk csinálni. Oké, utak. 40, majd a 60 lesz a következő lépcső. Oké, ott még átjöhetnek. Ide szeretnék egy 38 ezeres utat, mert a why not. Azt meg ott lebontom, szintén pénzért. Mert nekem rengeteg lóvém van, milyen szépen gyepet ültettek a helyére. Szükségem van akkor ezek után egy road depotra. Tudok ide a kereszteződésbe? Á, szintem lehet két irányú. Oké, de lerakunk egyet. Ezen kívül kell nekem még egy kiinduló pont. Itt az olajkutaknál. Track station. Meddig? Azt a kutyafáját. Eddig? Wow! Ez így nem rossz. Simán elérjük az üzemanyagot. Simán. Simán. Meg kell egy lerakodó, ugye? És ennek nagyon örülök, ennek az unload stopnak. Ide. Kész. Ennyi. Ekkora távot kell átidalnunk. És szerintem vásárolok járművekből... Hát... Alkargó... Egy ilyet. Jobban mondva... 4 ilyet. Oké. Okay. Set line, nem. New line. Így. Main road. Ennek a településnek mi a neve? Hoden! Nagyon jó neve van. Line 1. Nem, ezt át fogjuk írni. Hoden... olaj. Oké, ti pedig menjetek, srácok, lányok, Hoden olajhoz. Nagyszerű. És hadd pörögjön. Az, hogy elszállítunk 50 olajat, az már hatalmas nagy lóvé lesz. Kíváncsi vagyok, hogy a játék érzékeli-e itt ezt az útvonalat. Mert aktuálisan egyetlen egy olajunk sincs. És itt ezt azt szeretném... Jön már a vonatunk. Hoden olaj, configure... Kíváncsi vagyok, hogy érzékeli a játék. Nagyon kíváncsi vagyok. Oké, megérkezünk. Erre még kíváncsi vagyok. Felpakoltunk 50 olajat, és még így is van. 233. Nem rossz. Eddig mínusz 274 ezerbe vagyunk. Hogy küzd? Hogy küzd, amikor meg van pakolva? Az mondjuk lehet, hogy itt nincsen, mivel nincsen tovább, tovább húzva a vonal, ezért lehet, hogy most még nem érzékeli, hogy valójában mit szeretnék. 168 ezeret kapnék ezért, és kapok egyetlen egy finomított olajat. Na, itt valami. Ott is ott van. Ott is ott van. Oké. Na, amíg a vonatunk elmegy, és elszállítja az elszállítani valót, addig itt ezekkel a kis járművekkel pedig szépen fel tudok tankolni teljes mértékben. Manage line. Hoden West, igen. Ez... full load, ennyit szeretnék. Ennyit szeretnék kérni. Ennyi. Ennyi az igényem. No filter, itt bármit vihetünk, úgyis csak egyetlen egy állomás van. És oké, okay, fullosan feltankoltunk,
és visszük szépen, visszük szépen az olajat, és hol jár már a vonatunk? Már ott jár a vonatunk. Az első év az mindig ilyen, az eléggé ráfizetéses, de megnézem, hogy hogy állunk gazdaságilag. Itt már megint mínuszban van, de már csak alig cashvig be a busz. Holden olaj szintén mínuszban van, hamarosan ez el fog múlni. És a nagy mínuszunk az már Gáté üzemanyag, ez ugye még nem szállít, nem termel profitot. 500 ezer újra a személyszállításból a tőkénk, ami nagyon jó. Illetve 300 cargo in waiting a train station, ez olajjal könnyű volt ez az achievement, azt kell mondanom. És ez a vonal abszolút terelhető még, 14/56, igen. De ezzel a vonallal itt 140 ezeret keresünk évente. 140 ezeret. Annyit keresünk, amennyibe kerül az össz járműváltás, ugye egy évben. 13 ezeret ott kaptunk, miért? Ja, egyetlen egyet leszállítottunk, 13 ezer finomított olajat leszállítottunk. 13 ezer értékben szállítottunk le finomított olajat, azt akarom mondani. És a finomított olajat még nem tudjuk üzemanyaggá alakítani. Visszamegyünk, feltankolunk az olajjal, lepakoljuk a nagy mennyiségű olajat az olaj finomítóba, és felvesszük ezt a, itt van, 44 olaj. És ezt magunktól nem tudtuk volna megcsinálni, a járművek nagyon-nagyon hozzájárultak. És ahhoz, hogy a lehető legfényesebb lepolírozzátok ezt az egész rendszert, figyelitek, hogy mennyi kis járműre van szükség, hogy a megfelelő egyensúlyt, összhangot megteremtse a játékba. Ez egy nagyon-nagyon fontos pontja. Így tudtok megfelelő egyensúlyt teremteni, illetve megfelelő profitot termelni, ami nekünk valójában kell. 318, úristen, és van még 28. Ez rengeteg. A térkép egyéb szakaszán eléggé problémás eljutatni A-ból B-be a dolgot, úgyhogy most az első kettő részben megmutattam talán a legegyszerűbben menedzselhető irányvonalakat. Következőnek Cashwick-et szeretném felfejleszteni, és egy egy ilyen hurkos vasúti vonallal akarom a kenyeret eljutatni ide, mert erről az oldalról semmiféleképpen nem akarok kerülni. Itt van már a sín, következő részben lehet, hogy ezt meg fogom duplázni. Balról jobbra, jobbról balra. Ellentétes irányú irányt szeretnék adni kettő sávon. Ez lehet, hogy majd a jövőben fejlesztve lesz, majd meglátom, hogy gyakorlatilag mennyi lesz így az igény. És úgy látom, hogy itt tudjuk növelni még 55. Oké. Annyira most még nem kell növelnünk így a személyszállítást. És újabb gyárak, commercial building és industrial building. Helyes. Nőjél Margate. Hol is van a vonatunk. Ezt mindenféleképpen meg akarom várni, hogy gyakorlatilag mennyi pénzt tudunk ezáltal itt bezsebelni. 62. Oké. Sírem vagyunk, mint József Attila, illetve mint a Train 2-es vonalunk. És hölgyeim és uraim, hogyha szeretnétek mindenféleképpen nevet adni egy vonatnak, egy iránynak például, egy állomásnak, egy településnek, vagy akár talán egy háznak, de megnézem azt most így hirtelen, hogy embereket át lehet nevezni. Valamint, hogy hívnak embereket. Haló? Affley Wood. Át lehet. Johanna. Át lehet. Tehát srácok, lányok, amennyiben írtok majd élő közvetítésbe, akkor is szeretném majd ezt mindenféleképpen folytatni. De most ebbe a szériába, amit teszteljük a játékot, nem akarom ezzel tölteni az időt. Mindenkinek köszönöm szépen ezáltal a megértését. És az utolsó percbe érkeztünk, hölgyeim és uraim, hogy megnézzük, hogy ez az 50 nyers olaj valójában mekkora örömet okoz nekünk, mint cég tulajdonosoknak, és mennyi füstöt kell lenyelni ennek a mozdonyvezetőnek azért, hogy ez a megfelelő BR53-as Preusz, ez az, ami már 50 km-rel repeszt, és ez az, amire lecseréltem az egybe az egyik útvonalamat. Úgyhogy ha termelünk még egy kis lóvét, következő évben lehet, hogy ez a csere lesz. Most lássuk, hogy mennyi pénzt sikerül bezsebelnünk, hogy sikerül egyensúlyba hoznunk. 168, és feltankoltuk mind az 50 finomított olajat. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Következő részben láthatjuk, hogy ez az 50 finomított olaj valójában mennyit is ér számunkra, de én úgy érzem, hogy pozitív irányba fog billenni az a mutató, ami most azt a csúnya 108.418 dollárt szimbolizálja. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!
We'll be right back.